Őt tisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Mindig érdeklődéssel, és még nagyobb csodálattal és ámulattal szoktam hallgatni a csillagászati előadásokat, az asztronómiai fölfedezéseket. Egyszerűen fölfogni nem tudom, amit csak az ember a különböző műszereivel be tud fogni a világegyetemből. Amikor ilyeneket mondanak, hogy hát ez a galaxis nem is tartozik a legtávolabbiak közé, mindössze 100 millió fényévre van tőlünk. De belegondolunk arra, hogy a nap ugye 8 perc alatt éri el a fényével a Földet, ami 150 kilométer. Egyszerűen nem tudja az ember fölfogni a világegyetemnek a nagyságát, amit most a mai tudományával az ember föl tud mérni. És ami nagyon elgondolkodtató, hogy egyértelmű megállapítása a mai tudománynak, hogy ennek a világegyetemnek kezdete van. Nincs az a ateista tétel, hogy az anyag öröktől volt, van és lesz. Sőt, be is határolják olyan 10 milliárd évekre, hogy valahogy akkor kezdődhetett egy ős robbanással, és ami már még inkább ilyen elámító gondolat, hogy egészen picin sűrűségű valamiből keletkezett. Tehát volt kezdet ennek a világegyetemnek. Filozófiailag könnyű belátni, hogy aminek kezdete van, annak vége is lesz. A Szentírás egyértelműen tanítja azt is, hogy kezdete volt, kezdetben teremté Isten az eget és a földet, és ha még emlékszünk a Szent Leckére, Szent Péter apostol második levelében azt mondja, hogy ez a világ meg fog szűnni. Azok a kozmikus képek részben a prófétai irodalomból valók, és eléggé antropomorfak, hogy a tűzben való elpusztulást mondja az apostol, de sohasem lehet tudni, hogy milyen vége lesz majd egykoron a világegyetemnek. És ebben az irtózatos nagy mindenségben talán mi vagyunk itt az egyetlen olyan létezők, akik erről tudomást szereztünk, hogy ennek van kezdete és vége, és ebben benne az emberi életnek is lesz vége, és ugyanakkor bennünk van egy megmagyarázhatatlan reménykedés és várakozás, nemzedékek sírba szállnak, elég csak úgy időnként kimenni a temetőbe, és tudatosítani azt, hogy akiket ismertünk, kortársaink vagy fiatalabbak is már mind ott vannak, és ránk is ránk kerül a sor. Ennek ellenére van bennünk egy ilyen tenni akarás, hogy még ezt és ezt jó lenne elvégezni. Még a halálos beteg is úgy van, hogy talán még egy-két napom van. Honnét van ez? És a keresztény ember azt is tudja, éppen a kinyilatkoztatásból, ha egyszer Isten megteremtette ezt a világ mindenséget, és úgy találta, hogy jó, mert ott van a Teremtés könyvében, Isten úgy találta, hogy jó, még ha egy nagy átalakuláson is megy át, nem fog véglegesen megszűnni. Mi új eget és új földet várunk, amiben majd az egész kozmosz át fog alakulni, de valamit átvisz a mostani létből, mert az Isten azt akarja, hogy ami létezik, általa létezik, az megmaradjon. És ebben vagyunk mi,
hosszabb, rövidebb életünkkel. És itt ez a köztes idő roppant fontos. Nekünk is van kezdetünk, és lesz végünk. De hogy mit teszünk ebben a köztes időben, az adja meg az emberi létnek a súlyát. Amikor az ítéletre jutunk Isten színe előtt, akkor ahogy mondták, bennünket az Isten a latra tesz, megítél bennünket. Hogyan töltöttük ki ezt az időt? És ilyenkor óhatatlanul benne van a gondolkodó emberben, hogy sok mindent elmulasztott. Más is lehetett volna. És azért mondja Péter apostol, az Isten türelemmel van irántatok, és bűnbánattal gondoljatok arra, amit rosszul tettetek. Bánjátok meg! És egy olyan szempontra hívja fel a figyelmet, hogy mit tegyünk életünk folyamán, ami egyrészt olyan magától értetődő, másrészt teljesíthetetlennek tűnik, hogy fedhetetlenek legyünk, mondja az apostol. Hát ez aztán igazán nehéz, hogy a gyarló eredeti bűntől megsebzett ember fedhetetlen legyen, és hogy éljünk békességben. Még a békesség jobban elképzelhető, bár az nagyon sokrétű tud lenni. Szent Ágoston Böötius nyomán mondja, hogy a béke a rend nyugalma. Amikor helyére kerülnek az Isten által teremtett dolgok, és ez nem passzivitás, és hogy békességben kell lennünk az Istennel, embertársainkkal és önmagunkkal. Mert ha valamelyik hiányzik, akkor az ember békétlenségben él. És valahol itt van az újkori embernek a tragédiája, hogy egyre eszesebb, mert senki nem mondhatja azt, hogy nem fejlődünk fölfedezésekben, technikában és mindenben, és mégsem tud békét teremteni. Ott ülnek az ENSZ-ben, a legfelsőbb politikai hatalomban az emberek, és nem, hogy csökkenne a béke a harc a világban, hanem mindig növekszik. Mindig van valahol valamiért aggódnunk. Mert valahol az alapvető békességet, az Istennel való békességet nem találtuk meg. De hát hogy is találhatná meg az az ember, aki vagy tagadja az Isten létét, vagy pedig úgy él, mintha Isten nem lenne. Aztán időnként megszólal a lelkiismerete e tekintetben is, hogy az ős forrással elveszítette a kapcsolatot. Ebből adódóan a többi valóság is rendezetlen számára. Rendezetlen az emberekkel, de még a természettel is. Hiszen az már nem titok, hogy maga a természet rendje is fölborult. Azt mi is érzékeljük, hogy egyik nap mínusz ennyi fok van, másik nap mínusz vagy plusz annyi fok van, hogy már ez is egyszerűen érzékelhető, de az ökológiai lábnyom, amiről beszélnek, a nagy pusztítása az embernek, az abból adódik, hogy nincs benne egy erkölcsi mérce, mert Isten hiányában, ha legalábbis úgy gondolja, hogy nincs, nincs az a fórum, ahol megoldást lehetne találni. Mert a bűneire se talál, hova menjen. Ha Isten nem létezik számára, akkor nincs az az instancia, az a fórum, ahol ő bocsánatot nyerhetne. És ebből a Isten nélküliségből adódik az emberekkel való rossz viszonya,
és önmagának a rossz viszonya. Mert magával sincs rendben az ember, a lelki ismeretével sincs rendben. Hát ezt sem kell különösebben illusztrálni a mai világban, hogy mennyire rendezetlen a mi lelki ismeretünk. És az még lelki bajokban is megmutatkozik, ami egyre több. Így mondta valaki egyszer, hogy minél kevesebb gyóntató papra van szükség, annál több pszichiáterre. Mert az ember nem tud hova elmenni akkoron, ha belső gondjai, bajai vannak, mert igazi gyógyírt csak az Isten adhat. És ebből adódik, ebből a hármas vonatkozásból, hogy ez egy örök feladat, és örök készületet is kíván. És még lehet az adventi időnek is a feladata. Keresztelő Szent Jánosnak itt az evangéliumból hallhattunk, hogy út készítővé vált az eljövendő és messiás elé, eljövendő messiás, azaz Jézus Krisztus felé. Ő mondta, hogy készítsétek az Úr útját. Eredendően még Izaiás prófétánál a Perzsa Birodalomból való hazamenetel útját értették rajta. Már Keresztelő János lelki síkra emelte ezt az útkészítést, és így maradt meg örök adventi programként, hogy az utat a lelkünkben készíteni kell a Messiás felé. És akkor végül is, ha rátalálunk, kire találunk? Aki azt mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem utcát mondott Jézus, mondhatta volna azt is, de az utca mindig egy településen belül van. Az út egyik településből kivezet a másikba. Ő nem erre az életre adott csak jó recepteket, hogy így élj és akkor boldog leszel. Ő úgy adott erre az életre útmutatást, hogy az Isten örök országába, amit várunk, elvezet bennünket. Egy transzcendens magasságba és útba. És így lesz aztán ő az igazság és élet számunkra, ami egyrészt az Isten beteljesült szavát jelenti, mert amit Isten kijelentett, az beteljesül, és életté. Az életnek kétféle formája van, szó szerint, illetve megnevezésben, a Szentírásban. Az egyik a biosz, amiből van a biológia szavunk, és mindenki tudja, hogy van egy kifutása biológiai életünknek, és van a zoé, az az Istennek való élet, az örök élet, ami fölött áll időnek és a tér korlátainak. Ezért mondta Szent Péter apostol a levelében, Isten előtt egy nap ezer év, ezer év egy nap. Tehát ezek a feladatok, amelyek minden évben, adventben elénk jönnek, ezek nem olyanok, hogy magunk mögött tudhatjuk. Mert mindig van egy hiányérzet és egy feladat, mert Isten közeledik felénk, de sosincs olyan közel, hogy közelebb ne lehetne. Ezért az Istennel való kibékülés, embertársainkkal való békességben élés és önmagunkkal, ez az a harmónia, ami majd teljességgé csak a természet fölötti világban, az igazság országában lesz. De addig is erre a közbenre oda kell figyelnünk. És nem mindegy, hogy mivel töltjük ki az életünket, ez nem föltétlen rettegés jelent, hogy meg fogunk halni. Szent Alajos, a jezsuita rend
kiváló fiatal szentje mondta azt, amikor megkérdezték tőle biliárdozás közben, mit tennél, ha fél óra múlva meghalnál? Azt várták, hogy na hát mit tudom én, rögtön magamba szállnék, ő azt mondta, játszanék tovább. De ezt olyan valaki mondhatta, aki úgy érezte, hogy ő neki rendezett a viszonya Istennel, embertársaival és önmagával. Hát legyen ez a mai este Szent Leckéjéből, evangéliumából kiindulva, adventi, egy egész adventet és életet átívelő programunk, hogy törekszünk erre a hármas békességre, hogy amikor befejeződik a földi létünk, akkor ne csak elmúljon mögöttünk egy élet, hanem beteljesedjék, teljen éppen ezekkel az örök értékekkel, amelyek itt kezdődnek, és Isten országában teljesednek ki. Amen.